Jó napot kívánok! Önök az ATV híradóját látják. Köböl Anita vagyok. Változásokat hoz a március. Változnak a bérletek, figyelmeztetni kell a boltokban a kisebb termékekre. Egy hónapig bárki új lakásbiztosítást köthet. Skrapski Fruzsina szerint Novák Katalin megrázza magát, és új úterővel üstökösként tér majd vissza a kegyelmi botrány után. Kirúgták a Békés vármegyei gyermekvédelmi vezetőt korábbi pedofil ügyek miatt. Március 1-én elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatbázisa, ahol tételenként böngészhető, hogy melyik terméknek mennyivel csökkent a kiszerelése. Hívja fel a figyelmet a 24.hu. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a kiszerelés csökkentésével érintett termékek 80%-a élelmiszer, míg a fennmaradó 20% között jelentős a szépségápolási, illetve háztartási cikkek aránya. A kormány még januárban jelentette be, hogy márciustól figyelemfelhívó tájékoztatót kell kihelyezniük az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedőknek, ha egy termék kiszerelése csökkent. A kormány szerint az élelmiszer infláció csökkentése azon is múlhat, hogy az úgynevezett zsugorfláció ellen miként lépnek fel. Mától érvényesek az új tömegközlekedési tarifák országosan és Budapesten egyaránt. A tavaly bevezetett MÁV és Volán járatokra érvényes vármegye és országbérletek ára változatlan marad, viszont érvényesek lesznek a fővárosi BKK járatokra is. Olcsóbb lesz a Budapest bérlet, 8950 forintba kerül mától. Ezen felül a 6-tól 14 év alatti gyerekek ingyen utazhatnak, miként a 65 év alatti nyugdíjszerű ellátást kapó állampolgároknak sem kell az utazásért fizetni. Mintegy 200 ezer nagycsaládos is díjmentesen használhatja a vonatokat és buszokat, és a korábbi 90% helyett 100%-os kedvezményt kapnak a fogyatékosok. Regisztrációt követően a mintegy 1 millió közalkalmazott féláron vehet bérletet, és a 14 és 25 év közötti utasok is függetlenül attól, hogy van-e érvényes diákigazolványuk. A mai nappal kezdetét vette az első lakásbiztosítási kampány Magyarországon. Egy hónapig mindenkinek lehetősége van arra, hogy felmondja lakásbiztosítását. A mostani időszak az évfordulóhoz kötődő rendes felmondás mellett egy extra felmondási lehetőséget jelent, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány célja nem egyszerűen az volt, hogy olcsóbbak legyenek a lakásbiztosítások, hanem az is, hogy ár és szolgáltatás szempontjából egyaránt élénkebben versenyezzenek egymással a biztosítók, az eddiginél nagyobb védelmet nyújtva a családoknak. Elemzők szerint már most látható, hogy élénkült a verseny a biztosítók között, és jelentős díjcsökkentéssel készültek az ügyfelek megnyerésére. Elszámolási vita miatt a lakók nem tudnak beköltözni Budapest legnagyobb újépítésű társasházába a 13. kerületben. A 790 lakásos Duna Terrasz Grande lakástulajdonosai délelőtt a helyszínen tüntettek emiatt, ahol ott volt tudósítónk Andri Novák András is. Itt vagyunk a Duna Terrasz Grandében, ami Budapest legnagyobb lakópark fejlesztése 790 lakással. De ebben a 790 lakásban senki nem lakik. Nem azért, mert a tulajdonosok nem szeretnének beköltözni, hanem azért, mert a fejlesztő cégnek, a Duna Terrasz Grandénak és a kivitelező cégnek, a kész cégcsoportnak van egy óriási jogvitája, elszámolási vitája. Amíg ez le nem zárul, addig nem adják birtokba a lakóknak a tulajdonukat, amit már kifizettek sokan 100%-ban, de minimálisan 60-70%-ban. Ma egy demonstrációt tartottak a leendő lakók, a tulajdonosok, mert szeretnék elérni azt, hogy ne rajtuk verje el a két cégcsoport az ő saját elszámolási vitáját. Hát ez a demonstráció, amit az épület komplexum előtt volt, érzelmektől, túlfűtött érzelmektől sem volt mentes, kiabálásokig torkollott gyakorlatilag, és a lakók azt szeretnék, hogy a két cégcsoport leüljön egymással tárgyalni, és rendezzék a vitásügyet. Tehát még egyszer itt 1500 embernek a lakhatásáról van szó. Nagyon sokan ebből a nagy tömegből már hónapok óta olyan extra kiadásokat kénytelenek kiadni, mint például Airbnb, meg különböző albérletek, amik havonta több 100 000 forint plusz kiadást okoznak nekik. Olyan hónapokról beszélünk, amikor ők már
ezt a, az itt az ingatlanjaikat kellene, hogy élvezzék, azt, amit már kifizettek jelentős részben. Úgyhogy ez a demonstráció azt a célt szolgálta, hogy, hogy a lakók elérhessék azt, hogy érvényesíthessék a jogukat arra, hogy beköltözzenek. Kirúgták a Békés vármegyei gyermekvédelmi vezetőt, miután a 24.hu megírta, egy állami fenntartású gyermekotthon nevelőjét letartóztatta a rendőrség múlt pénteken Békésen, miután azzal gyanúsítják, hogy az egyik megyei intézményben molesztálta az ott elhelyezett fiúkat. A Békés vármegyei a Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetőinek közalkalmazotti jogviszonyát 2024. február 15-i hatállyal rendkívüli felmentéssel megszüntette a munkáltató, közölték a lappal. A 24.hu úgy tudja, a molesztálási esetek 2 éve történtek, amikor a nevelő otthonban elhelyezett gyerekek még nem töltötték be a 14. életévüket sem. Ahogy a Bicskei ügyben sem, itt sem ez volt az első eset, hogy a férfival kapcsolatban bejelentés érkezett, írják. A kegyelmi botrány után a kormány teszteli gyermekotthonok vezetőinek pszichológiai alkalmasságát. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet mától hatályos. A magyar közlönyben megjelent módosítás szerint gyermekotthon vezetőjének csak az nevezhető ki, aki hozzájárul a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, majd a vizsgálatokon alkalmasnak minősítik. A vizsgálatot 2 évente kell megismételni. Az elvárások szerint a jelölt személyisége az átlag feletti érzelmi indulati kontrollal rendelkezik, szabálykövető, fegyelmezett magatartású, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés, valamint szükséges, hogy a jelölt élettörténete mentes legyen a kóros függőségektől, öngyilkossági kísérlettől, valamint mentes legyen a szexuális devianciáktól. K. Endrét szabadulása után presbiterré választhatta a Bicskei Református Egyházközség, írta meg a 444.hu. Híradónknak Nagy Gergely református teológus azt mondta, a presbiterekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a püspökökre, vagyis fedhetetlennek kell lenniük. A DK úgy véli, ha ezek a sajtóhírek igazak, akkor Balogh Zoltánnak minden pozíciójáról le kell mondania. Orbán Viktor és a kormány tagjai Sopron-Bánfalván szembesültek ezzel az üggyel. Az ügy kirobbanása után 2-3 nappal, amikor vasárnap a kormány Sopron-Bánfalván összegyűlt. Ott ültem Orbán Viktor mellett, láttam, hogy mikor pontosan mindannyian megértettük, hogy mi történt, hogy milyen reakciók voltak. Lázár János hozzátette, a Bicskei otthon egykori igazgatójának, V. Jánosnak a börtönben kellene megrohadnia. És szerinte ez egy olyan ügy, ahol még a halálbüntetés is felmerülhetne opcióként. 2011-ben 3 videófelvétel készült a Bicskei gyermekotthonban. Ezeken az áldozatok meséltek arról, mit csinált velük az igazgató. Derült ki abból a 2011-ben készült ombudsmani jelentésből, ami a 24.hu birtokába került. A dokumentum szerint egy 7-es fiút V. János többször sakkozni hívott. Szexuális tartalmú célzásokat tett, és egy alkalommal meg is érintette a fiú intim testrészét. Ennek ellenére a rendőrség 2012-ben bűncselekmény hiányában zárta le az igazgató ellen indított első nyomozást. Arról pedig már a 444.hu ír, hogy az ügyben bűnsegédlet miatt elítélt K. Endrét szabadulása után tavaly év végén a Bicskei Református Gyülekezet presbiterévé választották. A portál beszámolt arról is, hogy a gyermekotthon egykori igazgató helyettese a napokban lemondott tisztségéről. Nagy Gergely református teológus híradónak azt mondta, egy presbiterre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egy püspökre, vagyis fedhetetlennek kell lennie. A gyülekezet maga választja meg a presbitériumát, maga dönt arról, hogy milyen vezetőséget szeretne maga fölé, és a gyülekezet választja meg a lelki pásztorát is, így az ő kezükben van az, hogy ki lesz majd az, aki az ő mindennapjaikat irányítja. A DK szerint, ha igaz, hogy K. Endrét presbiterré választották, akkor Balogh Zoltánnak le kell mondania minden pozíciójáról. Ha a pedofil segítő K. Endre valóban presbiter lett a Bicskei Egyházközösségben, arról Balogh Zoltánnak minimum tudnia kellett, de ennél is valószínűbb, hogy ő maga intézte a pedofil segítő kinevezését. Következmény nincs, kormányzati elhatárolódás nincs, bocsánatkérés nincs. Tarlós István az Egyenes Beszéd című műsorunkban beszélt a Bicskei Gyermekotthon igazgatójának kitüntetéséről. Eljött 2015, amikor részint semmiféle jogi oka nem volt annak, hogy ez az ember ne kapjon egy oklevelet. Ezzel együtt azt mondom,
hogy hülyeség volt neki kitüntetést adni. Tarlós hangsúlyozta, V. János nem azért kapta a kitüntetést, mert nem emlékeztek az ügyére, hanem mert az illetékes bizottság egyben kapta meg a 25 fős listát a kitüntetettekről, és nem olvasták végig. Közben a fővárosi törvényszék csütörtöki meghallgatásán úgy döntött, nem engedik feltételes szabadlábra V. Jánost. Az ügyben most azért kellett dönteni, mert a pedofíliáért elítélt volt igazgató 2019-ben úgy kapott 8 év fegyházbüntetést, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat. Skrapski Fruzsina szerint Novák Katalin megrázza magát, és újult erővel üstökösként tér majd vissza a kegyelmi botrány után. Többek között erről is beszélt a Bliknek a volt köztársasági elnök egykori tanácsadója és barátja. Skrapski továbbra is kiáll a volt köztársasági elnök mellett, szerinte a lemondásával Magyarország hatalmasat veszített, mert ma a közéletben csak kevesen tudják úgy megszólítani az embereket, mint ő. Katalin hozott egy döntést, ami hibásnak bizonyult, pedig egy végtelenül tisztességes, becsületes ember, aki tudomásom szerint abban a tudatban döntött, hogy egy olyan embernek ad kegyelmet, aki valójában nem bűnös, mondta Skrapski Fruzsina. Jelentős szakmai hibákat vétett, és elfogadhatatlan volt a vezetési stílusa, ezért kellett kitennem Nagy Mártont 2021 közepén a jegybankból, jelentette ki Matolcsy György. A Nemzeti Bank elnöke nem csak Nagy Márton személyét, de a kormány fogyasztásközpontú gazdaságpolitikáját is élesen bírálta. Nagy Márton az ATV.hu-nak úgy reagált korábbi munkáltatója kijelentésére, hogy idézem, hála Istennek már nem Matolcsy György a főnököm. Nem tudta kezelni a Magyar Nemzeti Bank az inflációt, ezért a kormánynak kellett beavatkozni. Így szúrt oda a jegybanknak évértékelőjén Orbán Viktor. A kormány és az MNB között az utóbbi időben egyre élesebbek a viták. Most a Nemzeti Bank elnöke bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Teljes mértékben kudarca van ítélve. Ugyanis az infláció megeszi a növekedést, fűti a deficitet, ami az államadósságot is növeli. Magyarázta Matolcsy György, aki szerint rossz a kormány fogyasztásközpontú gazdaságpolitikája. A gazdaságpolitikának azt kell céloznia, hogy a termelékenység bővülését, a versenyképesség erősítését egy beruházás központi gazdaságpolitikával érje el. A DK árnyék gazdasági minisztere egyetért a jegybank elnökével, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a növekedést erőltető gazdaságpolitikának 2016-ban a jegybank is részese volt. Bodnár Zoltán szerint azonban, míg a Nemzeti Bank 2022 óta az infláció letörését tekinti legfőbb feladatának, addig a kormány a gazdasági növekedést erőlteti. Azonban ezen az inflációs szinten, ahol most van Magyarország, ez teljesen felelőtlen gazdaságpolitikai megközelítés. Azzal a költségvetéssel és azzal az adósságszinttel, amivel pillanatnyilag rendelkezik az ország, ez egy jelentős koncepcionális vita, és ebben a vitában egyértelműen a Nemzeti Banknak van igaza. Matolcsy György beszélt arról is, hogy a kormány sorozatosan támadja a jegybank függetlenségét. Nekünk rosszul esik, hogy egy volt kollégánk, egy volt alelnök irányítja ezeket a támadásokat. Megértjük annyiban, hogy 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból Nagy Mártont, ki kellett ebrudálnom nekem személy szerint, mert, ahogy ezt a miniszterelnök úrnak elmondtam, jelentős szakmai hibákat vétett, elfogadhatatlan volt a vezetés stílusa, és a jegybank érdekeivel ellentétes működést is mutatott. Nagy Márton az ATV.hu-nak úgy reagált korábbi munkáltatója kijelentésére, hogy idézem, 2013 és 2020 között Matolcsy György volt a főnököm, de most már más, hála Istennek. A politikai elemző szerint a kormány és a jegybank közti ellentét nem csak szakmai, hanem személyes is, ugyanis Matolcsy Györgynek 2025-ben lejár a mandátuma. Ő szerette volna elintézni, hogy 31-ig, vagy akár élethosszíglan és jegybank elnök maradhasson, ugye erre a kormányzat nem hajlott, nyilván ez is okozhat köztük egy problémát. Ugye azt azért meg kell említeni, hogy Matolcsy György jövőre már 70 éves lesz, tehát az sem elképzelhetetlen, hogy ezután nyugdíjba vonul. És ennek az egésznek lehet egy olyan mozzanata, hogy ezek a kritikák már valamennyire a történelemkönyveknek szólnak. Nagy Márton azt is elmondta az ATV.hu-nak, hogy nincs szó modellváltásról. A kabinet továbbra is egy beruházás alapú, exportorientált gazdasági modellben hisz. Kerestük az ügyben a Nemzetgazdasági Minisztériumot, de adásunk kezdetéig nem reagáltak.
Közzétette 2024-es akciótervét weboldalán az Ukrán Védelmi Minisztérium. A tervezet számos reformot vetít elő, melynek célja az ukrán haderő felkészítése az ország NATO csatlakozására. A kijevi Védelmi Minisztérium összesen 17 cél mentén 50 konkrét lépést vetít elő a 2024-es évre. Ezek között szerepel például, hogy átalakítják a hadszervezési és harctéri irányítási rendszereket és struktúrákat, hogy azok a NATO elvárásainak megfelelően működjenek. Átalakítják a Védelmi Minisztérium beszerzési osztályának működését, és megerősítik a haderő fölötti civil kontrollt. Ukrajna alkotmányba foglalta a NATO csatlakozást, az országot azonban nem lehet felvenni a katonai szövetségbe annak szabályzata alapján, amíg háborúban áll Oroszországgal. Az Egyesült Államok egyelőre semmi jelét nem látja annak, hogy Oroszország atomfegyvert tervezne bevetni, de továbbra is gondosan figyeli a helyzetet, mondta Vlagyimir Putyin évértékelőjére reagálva Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvívője. Ez nem az első eset, hogy felelőtlen nyilatkozatot láthattunk Putyin részéről, tette hozzá. Nem illik így beszélnie egy nukleáris hatalom vezetőjének, hangsúlyozta Miller. Az orosz elnök csütörtöki évértékelőjében arról beszélt, hogy a nyugati államok szerinte atomháborút provokálhatnak ki azzal, ha csapatokat küldenek Ukrajnába. Visszajelzések szerint nem megfelelő az ügyeleti ellátás színvonala, ezt mondta híradónknak az MSZP egyik megyei vezetője a porcsalmai kisfiú halálával kapcsolatban. Ahogy arról beszámoltunk, a mátészalkai ügyeletes orvos a hányásos, hasmenéses gyereket hazaküldte, aki másnap meghalt. Porcsalma polgármestere is azt mondta, hogy nagyon sokan panaszkodnak a rendszerre. Korábban 4 orvos ügyelt a körzetben, most összesen 1. Gyerekorvosi ügyelet nincs a mátészalkai körzetben. A Momentum közben a mentőszolgálat torbál válaszokat. A kisfiú szülei azt mondták, hogy fogalmuk sincs arról, mi lesz ezután. Első gyermeküket veszítették el, szerintük az ügyeletes orvos hibája miatt. Az orvoshoz szeretnék beszélni, a családjával. Tudjad meg elmondani, hogy mi fájdalmat csináltak. Hogy elérizze ő is, meg a családja is, hogy mi fájdalom van. Egy nekem. Csak ennyi szeretnék. A kisfiú édesanyja azt mondta, hogy csak a kisfiára tud gondolni. Bízik abban, hogy kiderül, ki lehet felelős a kis Patrik haláláért. A község polgármestere azt mondta, mindenkit megrázott az eset. A doktornő már nem tudott rajta aznap reggel segíteni. Előző nap a mátészalkai sürgősségi osztályon jártak a beteg gyerekkel, onnan sajnos különösebb vizsgálat nélkül hazaküldték, és valószínűleg ez volt a legnagyobb baj. A pontosság kedvéért kell megjegyezni, hogy a kicsivel az ügyeleten jártak. A sürgősségi osztályra nem került át a gyerek. Porcsalma házi orvosa azt mondta, hogy amikor hozzá megérkezett reggel a család, akkor azonnal látta, nagy a baj. Hiába hívta már a mentőket, a kisfiú életét nem tudták megmenteni. Ő úgy látja, hogy az új ügyeleti rendszer sok veszélyt rejt magában. Borzalmasan túlterhelt lehet az a kolléga, aki délután 2-től ott van a mátészalkai ügyeleten. Tudnék, mi itt 2 óráig vagyunk, még 2 óráig be tudunk segíteni, utána minden az egész térség odazúdul. Az MSZP egyik megyei vezetője azt mondta, korábban 4 orvos ügyelt a mátészalkai körzetben. 2 kín menő, aki kiszállt helyszínre, 1 gyerekorvos és 1 felnőtt orvos. Most 1 orvos ügyel. Én azt gondolom, hogy túl zsúfolt a rendszer, nincs arra az egészségügyi személyzetnek, hogy megfelelően megvizsgálja a beteget. A Momentum az országos mentőszolgálattól vár válaszokat az esettel kapcsolatban. Sebők Éva, a párt országgyűlési képviselője, arra kíváncsi, rendelkezett-e gyermekorvosi végzettséggel a kisfiút a mátészalkai ügyeleten megvizsgáló orvos. A politikus szerint is súlyos ellátásbiztonsági rendszer szintű problémára mutat rá a porcsalmai kisfiú esete. Híradónk után folytatódik Fórum című műsorunk, ahol továbbra is várja az önök hívásait Jegesi András. Szervusz Andris, mik lesznek a témáitok? Szervusz Anita, és ismételten köszöntök mindenkit. Belpolitika és közlekedés, röviden így lehetne a 3 témánkat összefoglalni. Ahogyan a híradóban is foglalkozott vele az ATV,
Nagy Márton és Matolcsi György nem éppen felhőtlen viszonya úgy tűnik, hogy a gazdaságot is most uralja egy darabig. Folytatódik a csörte a jegybank és a kormány között, várjuk, hogy önök mit gondolnak erről. Aztán Skrapski Fruzsina, elnézést kérek, a korábbi államfőnek Novák Katalinnak a tanácsadója, egyébként dokumentumfilm rendező, ahogyan a Híradóban is láthatták, azt vizionálja, hogy Novák Katalin majd üstökösként fog visszatérni a magyar politika egére. Ezt a Blicknek nyilatkozta egyébként a korábbi tanácsadó, dokumentumfilm rendező. Ő baráti viszonyban van Novák Katalinnal, ahogyan ezt is lehetett hallani, és úgy véli, hogy Novák Katalint rendkívül megviselte ez az ügy, de ahogyan már említettem, mármint a kegyelmi ügy, de ahogyan már említettem, üstökösként fog visszatérni. Harmadik témánk pedig az ország és vármegye bérletek tarifarendszerének változása, mától érvényes a BKK, vagyis a budapesti járatokon az ország és vármegye bérlet, miként a Budapest bérlet is egyes MÁV volán járatokon érvényes, mint például rengeteg új kedvezményt vezettek be, ennek köszönhetően például a diákok, akik Budapest bérlettel rendelkeznek, 1890 forintért az egész országban utazhatnak. Ezekkel várjuk tehát önöket, nem sokára kezdünk, a reklám után már a fórum és a betelefonálók térnek vissza. Várjuk önöket. Köszönöm szépen, Andris. Ez volt a Híradó délben, tartsanak továbbra is az ATV-vel. Köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!